Na hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Xperk, és elkezdtük egy új videót, amelyben ma, ahogy látjátok, itt tart velünk Nóri, és a mai videóban ennek a falnak fogjuk megnézni a titkát, viszont mielőtt belekezdünk a videóba, elmondám, hogy már Nórinak is van saját csatornája, a linkben megtaláljátok a leírást, iratkozzatok fel rá is, ugyanis rengeteg videót találtok ott is, vagyis hát egyet még, de ez lesz hozzá a második, de nem baj. Srácok, ezen kívül, hogyha szeretnétek, hogy megtudni, hogy mi lesz ebbe a videóba, illetve hogy sikerül végre legyőznünk a démont, akkor már most csapastok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni, ugyanis ezzel engem nagyon ön tudtok támogatni. Illetve ne felejtsétek el, vannak XP mintás termékek a Troll Shop-ba, link a leírásban, és vegyetek XP mintás termékeket, pulcsi, bőrgátások, a kirakós, mindenféle nagyon-nagyon jó minőségű dolog. Ezzel engem támogattok, és tényleg nagyon-nagyon jók lesztek, és menők lesztek tőlem. Én viszont nem is üzenetem a szót, gyere Nóri, itt a falu, és keressük meg akkor a mai küldetésünket. Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most! Az is kire van? Ott úszik egy falus, azt megdobáljuk. Ja. Azt megdobáljuk azt a falusi tojással, és akkor nézzünk is körül. Hello? Igaz? Hogy a fát valami ketté vágtam. Hello? Keressük meg ugyebár elsősorban a ládát. Ládiko. Jó, oké. Hát, wow, milyen sok kertjük van. Megvan, jó. Yeah, az tök jó. Jeboj, milyen menő ládában van, ilyet még nem is láttunk. Na jó, menő. Itt is van, csak egy könyvben, mert azt tudom, hogy ebben lesz a felszerelésünk is. Köszönöm, falusi, hogy ideadtad. Na, olvasok el szépen. Mi? Állam maradt a kard. De ezt beraktad, vagy mi? Be, beraktam, persze. Olyan... Legalább megnézem, hogy nekem... Nekem megy, nem megy. Na hát akkor ezt olvassuk is el szépen. Nóri, gyere már, ne üsd már szét szegénynek a kertjét. Na. XP, tudunk egy szent ősi fegyver létezéséről. Ez már jó hangzik, az már turva azért. Ami hihetetlen erős, a mosárban él egy boszorkány, aki tudja, hogy hol találod meg ezt a fegyvert. A kovásnál van a felszerelésed, vigyél egy kis rumbit a boszorkánynak, mert azt szereti. Hát akkor... Mi? Akkor... Mit szeret? A krumplit! Szóval... Szedjük! Okay. A krumplit! Nézd, itt a krumpli, Nóri! Oké. Okay. Hát amúgy nem tudom, most a falusiak mennyire fognak örülni, most megkeressük az összes krumplit és elvisszük, vagy biztosan okay. Megmondja a boszorkány, hogy hol van az a fegyver. Nagyon durván hangzik azért, egy ősi fegyver, az biztos tud valamit. Nem szeret? Nem. Inkább vigyünk csak krumplit, az a biztos. Utána pedig menjünk a kovásnál, mert ugye ott lesz majd a felszerelésünk. Úgy látom, hogy ennyi. Nálam 47. Haha, nekem több van. Na jó! Nekem Nekem meg árom magam. Na gyere már, nem ez a lényeg. Itt van a felszerelésünk. Igen, itt is van. Wow, jól van. Nagyon menő. Oké. Na, hát akkor merre lehet a boszorkány? Ezt te tudod? Vagy... bocsi, ez nem véletlen volt. Ugye ez a kard, ez ezt tudja, srácok, aki még nem tudná. Na, hát akkor nem tudom, időjük el mondjuk ebbe az irányba. Ilyen mocsaros területet kéne keresnünk elméletileg. Ez nem tudom amúgy, hogy kb. Hol lehet. Mocsaros terület, nem tudom. Csirke! Hogy elrepül? Szegény! Várjál, itt is vannak csirkék. Wow, triple kill. Jó van, állatbarátok vagyunk. Na, oké. Oké, keressük meg akkor szépen, hogy merre lehet ez. Ó, ez már mosár? Ott van, nézd, ott a ház, szerintem az a ház lesz az. Wow, milyen kies, és ilyen, nincs üveg meg semmilyen. Gondolom, itt ilyen meleg van, vagy nem tudom, és akkor így szerintem nem kell neki üveg. Varázsol, és azért, hogy érted. Jaj, végül is igen. Na várjál, tinta halakon működik ez a fegyver? Nem találom el. Várjál. Nem. Na jó, ússzunk oda. Na gyerünk. Hello? Ó, itt a láda.
Ott találta, várjál, rakjuk be a krumplit, hogy először, azzal kezdjük. Okay. Rakjuk be a krumplit, hogy nehogy mérges legyen, vagy valami. Jól van. Na, olvassuk el! Én már nagyon izgatott vagyok. Az ősi fegyvert ott leled, hol a kívánságod elrejted. Vízzel teli helység, hol az élet maga a teljesség. Ám az ajtót egy kút védi, ha azt nem tudod, mindened elvérzik, mert jön a gonosz. Mi? Wow. Hát ez valami vers, ez ilyen vers, de ez azért eléggé... jó, oké, gondolkodjunk. Az ősi fegyvert ott... Mi a kód? Várjál, igen, valami kódot is kér, de várjál. Az ősi fegyvert ott leled, ezt eddig értjük, végül ott találd meg az ősi fegyvert, ahol a kívánságodat elrejted. Szóval... mi az, hogy a kívánságodat elrejted? Ez elég egy hülyeség. De várjál. Hát ha már rejtés, akkor vagy... barlangház... Ja, valamilyen kűt, igen, valami épületnek kell lennie. És akkor azt mondja, hogy vízzel teli helység, akkor ez valami tú lehet, vagy... Várjál? Szerintem a kút! Ez a kút lesz! A kút, aha! Tehát, ugye van az a szokás, hogy így érmét... Egy érmét ugye beledobsz, aha, hogyha... És akkor teljesítsd a kívánságot. Igen. Menjünk. Jó, menjünk vissza a faluhoz akkor. Ugye úgy van, hogyha beledobsz egy érmét a kútba, és akkor kívánhatsz szeretek egy dolgot, illetve ugye vízzel van tele. Viszont ami érdekes, hogy valami kódot is kér, de nem tudom, majd megfejtjük, vagy valami. Na, let's go! Ja, let's go. Most én lustra vagyok megkeresni a kódot, úgyis is szerintem haszontalan. Max, áttörjük az ajtót. Az is igaz. Ja. Na, let's go! Menjünk. Hol a kút? Itt a faluban van? Ott van, gyere! Ah, na. Itt van. Let's go! Ha is világít, és itt valami! Jó, gyere! Mi? Ez szerintem az ajtó, de... Itt belépsz, hagyj fel minden remény. Nem élet túl. Ne, milyen szóval, én leszkedem a nyalmát. Nem tudom kiütni az ajtót. Várj, úgy nem sikerül. Na várjál, gondolkodjunk. Ugye ezt írta, hogy... Az ajtót egy kód védi, ha ezt nem tudod, minden elvérzik, mert jön a gonosz. Azért, mert nem tudjuk a kódot. Hát nem tudom, megpróbáljam. Hát várjál. Így kéne váltogatni szerintem. Hello. Értem, és várjál. Mikor megállítjuk, és lehet, hogy az lesz a kód. Várjál, és... Várjál. Na. Kinyílik? Én kiütöm, megpróbálom kiütni, hát ha sikerül. Gyerünk. És... Nem tudjuk kiütni, ez miért van? Ez mi? Mi ez a hang? Várjál, Nuri! Ez micsoda? Nuri! Mit csináltál? Mit csináltál? Üssed, Nuri! Mi ez? Mi ez? Jó, üssed! Jó. Kerekei vannak, vagy nem tudom. Kerekei, ez valami ajtóőrző lett, vagy nem tudom, gondolom erre vonatkozott, hogy izé, ne nyúljunk az ajtóhoz, vagy nem tudom. Derűs. Jó, mindegy, próbálom ütni. Ez mit csinál? Nem tudom, mit csinál, nagyon erős. Üssed. Most már mennyi HP-ja van? Jó, hátra rököm. Jó, itt van valami, itt volt a chestbe a kard. Jó, várjál, Nóri, távol tartom. Oké. Akkor kiabál, akkor nagyon... Igen, akkor nagyon erős. Bevadul. Jó. Ütöm. Megölted? Meghalt. Ez volt van, gondolom, ami őrző vagy, nem tudom. Ó, itt egy kard. Ez mely? De menőn üt. Wow. Tessék. Nekem úgy is van már egy kardom. És meg? Menjünk vissza HP-t. Kaptam egy kulcsot. Egy kulcsot? Add már ide. Wow. Megnézd meg egy ilyet. Mit? Mutasd. Ott van állad. Ez nem tudom mi. És belém kencsek menj. Sokat sebez, jól van. Hát akkor srácok, megöltük ezt a szörnyet, és kiderítettük, hogy mi a rejtély. A következő videóban mindenféleképpen folytatjuk, megtudjuk, hogy mit ad ez a kristály, vagy hogy ez a kulcs, ez mit nyit ki. És akkor igazából remélem, hogy majd a démon sikeresen le tudjuk győzni. Viszont ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett, ha igen, akkor mindenféleképpen csapastok egy lájkot, iratkoztok fel, és írjátok le, hogy tetszett ez a videó. És akkor a következő videó találkozunk, én XP voltam. Sziasztok! Mindenki utál téged a suliba.
Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor, csatlakozz most. Ez is külön van.